Na, a képzeletbeli emberünk túlélte a középkorú fázist is, tehát még mindig együtt van a párjával, kirepültek a gyerekek, akkor már öreg, mondjuk. És ugye van egy, még mindig egy kicsit ilyen téves elképzelés az emberek fejében, hogy az öregség az egyenlő a betegséggel, de ugye ez már rég nem igaz. Tehát amikor ugye egyszer kitalálták a nyugdíjkorhatárt, akkor a legtöbb ember nem is érte el. Előbb úgy volt belőve, hogy tehát ez volt a kegyelemidő igazából. Tehát aki tényleg annyit szolgált, hogy elérte azt a kort is, és annak még volt ez 2-3 éve nagyjából. Ugye most már teljesen más világot élünk, ami azt jelenti, hogy már úgy állítják be, de az se teljesen igaz, mintha az a harmadik időszak lenne az ember életében, van a gyermekkor, a felnőtt kor és akar a nyugdíjas kor, de az se teljesen igaz természetesen, mert azért mégiscsak ugye a testünk elhasználódik, a lelkünk már nem fejlődik annyira, illetve visszavágyódik a megszokott dolgokra, vagy jobban, hogyan mondjam, jobban érezzük magunkat akkor, amikor minden a megszokott kerékvágásban van, és kevésbé vagyunk nyitottak az új dolgokra, ha nem figyelünk oda. De hát az első nagy krízis ebben az életkorban, vagy krízis, mert ki hogyan éli meg, de a nyugdíj. De sok embernek az életében, főleg sok férfinak az életében, ez tényleg egy töréspont. Ha egy ember az identitását részben, vagy nagyobb részben a munkára építi, akkor nagyon nagy érvágás, amikor az már nincs. Nem csak a világban látjuk. Tehát tudok olyan emberekről, akik a nyugdíj után még visszajártak a munkájukra. És tudok olyanról is, hogy a kollégák hagyták is, hogy dolgozzon az öreg, mert akkor nekik kevesebb dolguk van. Tehát a nyugdíja mellett is te főnök rájött, hogy ez mégse állapot. De és tudok arról is, hogy egy nyugdíjas visszamegy az irodába, és fel van háborodva, hogy miért ül más az ő helyén. Hát mert nem az ő helye. És tudunk lelkészekről is, akik egyszerűen nem tudják abba hagyni a temetést és a keresztelést. De nem csak felkérésre, hanem felkérés nélkül is mindent vállalnak szívesen. Sajnos mondom, hogy több embernek az életében, ha nem készül rá, ha ez nem egy tudatos lépés, van, aki nagyon várja, tudom, van, aki már előre tudja, hogy hát már csak 2,5 év, és végre a nyugdíjba megyek, de az is téved, mert hogy milyen valójában, az csak később fog kiderülni utána. De mondom, ez egy törés, mondom, főleg férfiaknál, ha tényleg az identitásukat arra építik, és megint, ha ezt előre tudjuk, és ha van jegyes oktatás, és van babamama, és van mit tudom én, mit tudom, akkor miért nincs egy nyugdíjra felkészítő délután? Mit tudom én, vagy kettő? Édesapámnál, ugye ő rendőr volt, ott a rendőrség szervezte meg. Most itt Magyarországon nem vagyok benne biztos, hogy egy cégtől lehet ezt elvárni, de vannak ilyen szociális érzékeny cégek is, de ha éppen nincs itt, és tudjuk, hogy a gyülekezetben valaki nyugdíjra készül, miért nem hívnánk össze néhány nyugdíjba készülő, és néhány nyugdíjast, aki most 3 éve nyugdíjas, mit tudom én, ültessük össze őket, igei bevezetés, és utána beszélgessenek már arról, hogy mi történt. Hogy megint, ugyan, hogy azt akarunk segíteni. És ha előre tudjuk, hogy milyen krízisek fognak fellépni, akkor előre meg tudjuk a megfelelő alkalmat is megszervezni. Mert az egyik nyugdíjba megy, de a másiknak is volt egy megszokott életrendje, és a másiknak az életrendje is felborul. Főleg, amikor a férj meg nyugdíjba, és otthon ül, a feleség kicsit korábban ment nyugdíjba, és már kialakította az életét, akkor hirtelen teljesen más lesz. Mert a feleség már kialakította a saját életrendjét, most meg ott a férj. Aki még nem találta fel magát, aki most ment nyugdíjba, azt se tudja, hogy otthon mit történik, mit kellene csinálni, és nyűk. Tehát nehéz. És megint. Újra kell kitalálnia a házassági kapcsolatot, mert megint más élet van. És mondom, hogy sokkal jobb erről előre beszélni, persze, hogy utána se baj,
hogyha van nyugdíjas klub a gyülekezetben, de ha előre tudjuk ezt, miért nem készítjük fel erre az embereket? Hogy ültessük le őket. Persze a nyugdíjról nagyon kevés szó van a Bibliában, mert akkor nem mentek nyugdíjba az emberek. De találunk igét, találunk történeteket, hogy egy király át tudja adni a helyét a fiának, a következő nemzedéknek. Na, abból mit lehet, milyen következtetéseket lehet levonni abból, hogy én befejeztem a munkámat is, átadom az utánam érkező kollégának. Például, mondom, megtaláljuk a lehetőségeket, ha ilyen hozzáállással készülünk rá. És akkor ugye a nyugdíjosnak ki kell találni az életrendjét. Hogy akkor Takaró Karcsi bácsi mondta nyáron, a lelkész héten, hogy akkor teljesen nap, ha úgy tudok felkelni, hogy kellek, két ellen, nem csak kellek, kellek, szívesen látnak, szerethetek, és szeretnek. Ezt mondja, ha reggel erről a négyről vagyok biztos, akkor szívesen kelek fel. De ugye azt újra kell kialakítani. Ki kell alakítani azt a gondolkodást, közben meg ugye tényleg lassan, vagy kine gyorsabban, de leépül a testem is, ugye akkor már tényleg fontos, ami igazából 30 évestől kezdve fontos, hogy amit nem használok, az le fog épülni. Ugye az 30 éves korban már elkezdődik, hogy azokat az izmokat, azokat az idegeket, idegpályákat is, amiket nem használok, azok el fognak sorvadni, el fognak gyengülni, és egyéb. Nyugdíj után ugye ez fokozatosan fontos, mert a munkahelyemen volt futás, gondolkodás, készülnöm kellett, és nagy teher volt, lekerül a teher a vállamról, nagyon jó, de valami mást kell helyette felvennem, hogy meglegyen a napi séta. A nagybátyám, ő mondta is, hogy ő akkor már szerintem 80 éves volt, minden nap ment a pékhez, és vett egy fél kiló kenyeret, vagy egy negyed kiló kenyeret, te tényleg ilyen icsiri-picit. De minden nap. Minden nap. Ilyen minden nap. Azt mondja, megvan a séta, megvan a beszélgetés. De ugye ez tervezni kell. És Mágocsra viszek egy nénit, mind a második héten most Mágocsra helyettesítek, aki minden hónapban megtanul fejből egy újabb verset. Ő is 80-valány éves már. És mondom, 80-valahány éves már, minden versenyre jelentkezik, amikor versmondó, már félnek. Jön az Erzsi néni? Akkor nem érdemes. Nem érdemes indulni, mert ha Erzsi néni jön, akkor első vagy második lesz. De mondja az autóban, hogy de a táskájában mindig van, és ha éppen nincs más dolog, előveszi és tanulja. Mert amit az ember használ, az meg fog maradni. Amit nem használ, az le fog épülni. De ugye, mondom, amikor van munkahelyem, akkor valahogy egy bizonyos szinten ez adott. Amikor már nyugdíjba vagyok, akkor ezt magamnak kell megszerveznem, vagy egymásnak. Attól függ, hogy milyen a kapcsolat a párommal. Viszont közben azt is, vagy az is ide tartozik, hogy aktív nyugdíjas vagyok, megvan a napirend, de minden egy kicsit lassabban megy. Ugye? Ezért szokták mondani, hogy hát a nyugdíjasnak van ideje, de a nyugdíjasnak nincs ideje. A nyugdíjasnak nincs ideje, nem csinál olyan sokat, csak mindent egy kicsit lassabban, és ezért ugye, na, mégis csak 24 óra van egy napban, igazok utána még lehet aludni, de akkor is. És valamikor ugye feszültségek keletkeznek azért, mert nem látom a saját hibáimat. És akkor vagy a párom, vagy a gyerekeim már fognak szólni, vagy a gyülekezetben valaki, hogy lehet, hogy azt már nem kellene. Pista bácsi tud erről beszélni,
amikor már a harmadik ujjába vágott szerszámgéppel. Vagy lehet, hogy ezt nem kellett volna. Na, jöttem rá én is. Lehet, hogy igaza volt a páromnak, vagy a gyerekemnek, amikor szóltak. De abban a helyzetben vagyunk most mi is, az aposomékkal, hogy nem mindig látják a határt, és van, amikor egy szakembert is lehet hívni, és nem nekem kell megoldanom, hanem hívhatok valakit, aki helyettem oldja meg, és nem kell mindenhez ragaszkodni, ami eddig volt, mert tényleg más életszakaszba kerültem. És akkor, tehát ez a nyugdíj dolog, de mellette van még egy nagyon nagy téma, amiről szintén nem beszélünk az egyházban, de nem csak az egyházban nem nagyon, de a világban se nagyon. A nagyszülői szerep. Hogy legyek jó nagyszülő? És ugye van újra, tehát van babamama kör, van házas kör, most kitaláltuk a nyugdíjas kört is. Oké, ez mind szép és jó. De hogy legyek jó nagyszülő? És ez nem is olyan egyszerű. Mert ugye az egyrészt azt jelenti, meg kell bíznom abban, hogy az én gyerekem is tud egy gyereket felnevelni. Hát én jobban tudom, mert én már neveltem. Én nem is tudja. De ha jól neveltem, akkor megbízhatok benne, hogy ő is képes rá. És biztos, hogy bizonyos dolgokat másképp tennék meg, de nem én vagyok a szülő. Én vagyok a nagyszülő. De mi a nagyszülőnek a dolga? És ez nem is olyan egyszerű. Persze, szeretni, de azért is. De a szülőkkel, nem a szülők helyett, nem a szülőket kikerülve, de hogy? És most nem a válasz most az előadásnak a lényege, hanem, hogy mert ugye minden helyzet más, de érdemes ebből témát csinálni. Akár úgy, hogy tudjuk, hogy egy családban megszületik az első unoka, és akkor előzzük meg, vagy látjuk, hogy több családban ez feszültséget okoz, és akkor ültessük össze a nagyszülőket, és beszéljük meg, hogy most mi a helyzet. Én akarom nevelni az unokámat is, mert csak én tudom. Vagy a gyerekeim akarják, hogy én neveljem az unokámat, de nekem még más dolgom is van. Irigy vagyok a másik nagyszülőkre, mert oda többször viszik. Vagy magányos vagyok, mert a gyerekeim külföldön vagyok, és soha az életben nem látok az unokáimat, csak Skype-on keresztül. Vagy az egyik unoka itt van, a másik ott, és akkor hogy kell ezt kezelnem? Vagy az unokám nem is beszél magyarul. Ugye Erdélybe tartottam ezt a sorozatot, például már ott már a babamama klubnál kezdtünk a két nyelvű nevelésről beszélni. Mert vannak magyarok, akik összeházasodnak, és otthon románul beszélnek Erdélyben. De a gyülekezet rakoszkodik a magyarhoz. Akkor hogy oldjuk meg? Na, az itt nem probléma, de ilyen lehet, hogy mondom, a gyerekek külföldön vannak, és az unokák már nem úgy beszélik a magyart, hogy tartsam velük a kapcsolatot. Ugye rengeteg kérdés van a nagyszülői szerepkörbe, amiről kellene beszélnünk. Szerintem. És ha tényleg úgy látjuk, hogy a gyülekezetben nincs olyan, hogy te problémád, meg az én problémám, hanem közös problémáink vannak, akkor, ha minden igaz, akkor fáj az, amikor látom azt, hogy valaki nem találja fel magát nagyszülőként. Vagy egy család megy tönkre azért, mert ők nem találják a kapcsolatot a nagyszülőkkel, vagy ők rontják el. Tehát akkor fogunk rájönni, hogyha ezt témává tesszük. Nálatok beszéltünk róla Tamásiban, nem? A nagyszülői szerepről, ha jól emlékszem, valamikor nem? Nem nálatok volt? Valahol. Oké, nem emlékszem. Egy könyvet találtam magyar nyelven, amely erről szól. Nagyszülők a kispadon. És ez egy világi könyv, HVG adta ki. Nagyszülők a kispadon. És gyakorlatilag a tanácsokat is, de főleg a problémákat írja le. Keresztény vonalon én ilyen színvonalú könyvet nem is találtam. Tehát ez ilyen vakfolt, vagy nem tudom. De jó, akkor lesz egy tolna megyei kiadás, majd kitaláljuk te Esperes úrra, hogy akkor, hát ha nincs, akkor csináljuk mi. Nem? És már beszéltem arról, hogy ha nem vigyázunk magunkra,
akkor ez a nyugdíjazás, nyugdíj utáni időszak az, amikor jobban ragaszkodunk a hagyományokhoz, és kevésbé vagyunk nyitottak az új dolgokra, ha nem tudatosan végig gondoljuk, hogy jók a változások a gyülekezetben, mert vannak mások a gyülekezetben. Az egyik gyülekezeti tag azt mondta nekem, hogy én igyem el, hogy amikor megváltozott a rend az Isten tiszteleten, hogy mikor állnak fel, mikor ülnek le, akkor ő ezt nehezen fogadta el az elején, mert ugye ez magától ment. Ugye ő nem tudatosan állt fel, hogy a lába is tudták, hogy most állunk és most ülünk. Tehát ez kész, ez van. Oké, de van új lelkész, új elképzelés, talán új emberek a gyülekezetben, és akkor ugye tudatosítani kell először az, hogy jó, most nem azért van változás, mert itt mindenáron valamit akarnak változtatni, ennek értelme van. És amit én megszoktam meg, az se rossz, de amit most csinálunk, lehet, hogy az is jó. Csak először kóstoljon meg, lássuk meg, és ha minden igaz, akkor a végén beszéljük meg. De mondom, hogy ahogyan haladunk a korral, mivel ugye az agyunk is így működik, hogy egyre jobban emlékszünk a gyerekkorunkra, mint a tegnapra, ugye? Mert nem tudom, nem felejtünk, az a jó az egészben, csak nem minden információ elérhető minden pillanatban. És ami régen volt, hogy ahogyan öregszünk, azok a régi emlékek jobban elérhetőek. Ami tegnap volt, az is itt van a fejemben, csak a melléke gondolni. És akkor fog eszembe jutni, de ha nagyon erősen rá gondolok, akkor nem jut eszembe. A 40 éves pont fordítva. Hogy mi volt az érettségén, azt ő már nem tudja. De hogy tegnap mi volt, arról tud egy órát beszélgetni. Na, mindegy. De ha értjük, hogy az agyunk így működik, és ezért jobban tetszik az, amire emlékszünk, csak amire emlékszünk, az már nagyon régen volt. És talán nem is emlékszünk arról, de a múlt héten is így volt, meg két héttel ezelőtt is így volt, mert az annyira nincs a fejünkben. De mondom, hogy ezt tudatosítani kell, és aztán lehet még mindig nem tetszik a változás a gyülekezetben, vagy egyáltalán az életben, csak akkor tudom, hogy részben az azért van, mert öregszem. Ez van. Kész. Amire még érdemes odafigyelni ilyenkor, ezek a vérnyomás ingadozások, és az nem csak az emberekre, mindenkire külön-külön, mint ugye presbitereknek is fontos, hogy értsék meg, amikor tudják valakiről, hogy ilyen problémákkal küzdik, akkor már előre készenlétben álljanak. Tehát amikor leül az illető, hogy vagy elalszik, vagy lehet, hogy el is ájul. Fóton voltam néhány héttel ezelőtt, és ugyanaz történt az evangelizáción, hogy kicsit furcsa az időjárás, meg a néni reggel nem vette be a gyógyszerét, mert mondott valami indokot, este meg pák kidől a padból, de készenlétbe állt a doktor bácsi, a presbiter, aki orvos is volt, ott volt a táskája, és sücs, és 10 percen belül meg volt oldva. Csak mondom, hogyha azt előre tudjuk, és sok gyülekezetben több ilyen ember van, akkor megint legyen valami vészterv. Ha nincs is leírva, de legalább a fejünkben, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Legalább egy valaki tudjon ezt. A lelkészeknek is szoktam elmondani, hogy nem kell megijedni, és nem is kell. Tehát nem személyes értés, amikor egy idősebb ember elalszik az ígérdetés alatt, ez nem azt jelenti, hogy nem volt érdekes, ez egyszerűen azt jelenti, hogy lement a vérnyomás. Hát mit csináljon az ember? Tehát ez van. És akkor az utolsó lépés, az természetesen az, hogy az öregkor valamikor tényleg betegségekkel fog járni. És vannak emberek, akik, ha észreveszik saját magukon a problémákat, hogy akkor irigyek lesznek a fiatalokra. Hogy ezek milyen jó nekik, és én már milyen öreg vagyok, meg milyen problémáim vannak. A lényeg az egészben, bármi negatív érzés van egy embernek az életében,
Ha ez oda vezet, hogy elzárkozik társas kapcsolatoktól, tehát kizárja az embereket az életéből, akkor egyre magányosabb lesz, és ahogy egyre magányosabb lesz, úgy egyre betegebb is lesz. Mert ez a kettő összefügg. Olyan a legrosszabb, vagy a legveszélyesebb talán méreg bármilyen korban van az ember, az a magány. Mert úgy tudok leépülni tőle, hogy csak na. De ahogy idősödnek a gyülekezeti tagok, fokozottabban kell odafigyelni, mert lehet, hogy egyszerűen nem tudnak eljönni, nem keresik a közösséget, ezért megint figyelembe kell venni, ki az, aki már nem tud járni, vagy nem nagyon akar, vagy dörödröm, és akkor legyen valaki, aki, ha lehet, minden nap 5 perc, de ha nem, akkor legalább hetente egyszer ránézen az illetőre. Nem csak azért, hogy megmutassuk, hogy még mindig testvérek vagyunk, hanem azért is, hogy valahogy próbáljuk szinten tartani az illetőt. És mondom, ugye a minden nap egy kis beszélgetés, az lehet, hogy még jobb is, mint hetente egyszer egy fél óra. A lényeg az, hogy próbáljunk segíteni abban, amiben tudunk. Ami ugye nagyon egyszerű dolgokkal kezdődik, WC. Ha már az inkontinencia is játszik például, valaki azért nem jön Isten tiszteletre, mert nincs WC, nincs magasított WC, messze van a WC, nem tudom. Végig kell gondolni. És ugye alapból eleve ilyen alacsony kajlókat telepítenek, de a mi gyülekezeteinkbe érdemes cserélni legalább egy középmagasságra. Én magamnak otthon eleve egy ilyen középmagasságú kajlót vettem a magasságomból kiindulva. Az a baj, hogy ugye ez már gyógyászati segédeszköznek számít. Elkérik az árát, de mondom, hogy ha valakinek ez probléma, mert ha leülök, soha nem tudok többé fölállni, és ezért nem járok Isten tiszteletre, akkor ezt elég egyszerűen tudnánk megoldani. És akkor, ha egy magasítót rakunk bele, akkor az hogy néz ki? Ugye, arra se fog ráülni, mert nem vagyok még olyan rossz, meg vagyok még otthonba, de ha oda rakunk egy magasabb kagylót, akkor úgy fog kinézni, mint egy teljesen normális WC, csak egy kicsit más a leülése, meg a felállása az embernek. Ilyen egyszerű dolgokon lehet, hogy múlik, hogy valaki eljön, vagy nem jön el Isten tisztelete. Megyünk érte, nem megyünk érte. Küldünk egy kocsit, visszük be, nem visszük be. De ha nem visszük be, én már öreg vagyok, és csúcs, elindul egy spirál. A beteg ágy melletti lelkigondozást írtam még ide föl, de erről volt egy külön nap, ugye? Tehát volt egy kihelyezett nap itt az otthonban, aminek nagyon örültem, hogy ott a szakemberek beszéltek arról, hogy amikor tényleg ilyen életvége felé tendáló emberekkel találkozunk, miről érdemes beszélni. Oda tartozik ugye a gyászfeldolgozás is, de nem csak az, hogy meghal a párom. Ugye ez az az időszak, amikor az ismerőseimmel is elsősorban a temetéseken szoktam találkozni. És egyre kevesebb van belőle. Vagy talán még lesz egy érettségi találkozó, de leszünk hárman. És akkor állandóan szembesülök azzal, hogy valamikor rám is kerül a sor. És az is ilyen depressziót tud okozni, ha az ember nem tud ezzel szembenézni. Ezért ugye jó, hogyha amikor éppen a halottak napján van, hogy legalább évente egyszer van nekünk lehetőségünk a feltámadás reménységéről beszélni, de lehet, hogy ez valakinek csak beszéd, és saját magára nem tudta alkalmazni. Már most szóltak nekem, hogy november elején megyek az egyik idősek otthonába, halottak napja körül, és persze a feltámadás lesz a téma,
de a ápoló személyzet már most szólt, hogy igazából már most érzik az otthonban lakó embereken, hogy ez most egy nagyon nehéz időszak, hogy mindenki gondol, hogy meghalt a... Talán a nagyszülőkre, a szülőkre gondolnak vissza, de szembesülnek azzal is, hogy jó, de az én időm is közeledik. Lesz-e valaki egyáltalán, aki egy éve később meglátogatja a síromat, mert a gyerekek Angliában vannak, vagy mit tudom én. Tehát ugye ez is olyan depressziót tud okozni, amiről szintén érdemes közösen beszélni. Amikor mondom, hogy nem csak az, hogy az életem párja halt meg, de egyre kevesebb a barátom is, egyre kevesebb az ismerősöm, és magától adódik a magány, ha nem teszek ellene, viszont nem olyan egyszerű kimozdulni a házból, és mi egyéb. És akkor a lelkészekkel beszéltünk a házi úrvacsora osztásról, és Erdélyben érdekes volt, két dolgot mondtak ott még nekem, és ezzel zárom is. Beszéltünk arról, hogy vannak helyzetek, amikor egy embernek is jobb, hogyha nincs otthon van egyedül, hanem egy otthonban van, és talán a gyülekezet tud. Nekünk itt van Decs, tehát nekünk nem probléma, ott nagy vonalakban beszéltek arról, hogy nem jó lenne, hogyha a gyülekezet abban is tudna segíteni, és még jobb lenne, hogyha helyben lenne egy ház, ahol négy öreg lakik négy szobában, és a helyiek tudnak velük foglalkozni, hogy az lenne az ideális, de nem mindenhol megoldható. És ott azt mondták érdekes módon, Erdélyben az volt a felfogás, hogy hamarosan halnak meg azok, akik otthonba költöznek. Tehát az mindenki úgy tudja, hogyha oda meghalni megyek. Ezért ragaszkodnak a saját házukhoz, a saját lakásukhoz, ami megint magányhoz vezethet, és ami pont éppen a leépüléshez vezethetne. De értem azt is, hogyha, mit tudom én, három idegen emberrel vagyok egy szobába, és igazából csak ellátnak engem, de nincs társas élet, az se állapot. Ezért mondom, hogy azt végig kellene gondolni, hogy nagyon jó, hogy van nekünk Decs, de talán még több felelősséggel is tartozunk azokért, akikkel egy gyülekezetben vagyunk, de akik magukról már nem tudnak gondoskodni. És a másik az, és megint Erdélyben az teljesen tabu téma volt, de én felvetettem, hogy talán egyszer egy évben a gyülekezetben arról is lehetne beszélni, vagy minden második évben, hogy hogy állunk a végrendelettel. Írtunk-e egyáltalán? Van-e benne, ami klasszikus volt, az emberek úgy írták a végrendeletüket, hogy először írtak egy kis bizonságtételt az elejére, csak nem csak jogi szöveg volt, hanem kérték, hogy az elején szerepeljen, hogy hitben járó ember, tövőröm. Gondolta ő végig, hogy kinek mit szám. És ez persze kínos téma, de ha valaki más mondja, akkor talán lehet, hogy a gyülekezet is szerepele ott valahol, vagy az egyház. Erdélyben az volt a reakció a lelkészek részétől, hogy végrendeletről nem szabad beszélni, mert ez azt jelenti, hogy azt akarom, hogy a másik halljon meg. De nem azért mondtam. Ugye nekünk már van. Tehát amikor mi elköltöztünk Hollandiából, akkor végrendelkeztünk a feleségemmel 27 évesen. Mert sose lehet tudni. Persze, hogy azóta egy kicsit megváltozott a világ, megváltoztak a körülményeink, tehát valahogy át kell szövegeznünk bizonyos dolgokat. De nekünk, tehát 27 évesen is nekünk érdekes volt. Jó, akkor holnap hallok meg, és akkor mi? Csak én halok meg, és akkor a feleségem találja ki, hogy mi történjen. Vagy mindketten halunk meg repülőbalesetben, és akkor a szüleink találják ki? Vagy most már a lányunk találja ki, hogy mi legyen? Talán jobb, hogyha van egy elképzelésem. Még jobb, és ezért hoztam ide ezt a témát, még jobb lenne, hogyha ez nem lenne tabu téma. És nem dicsekedve, de a családban mindenki tudna erről beszélni, amikor már tényleg úgy látja, és le tud ülni a gyerekekkel, hogy
van egy komoly beszélgetésem, a következő, voltam a jegyzőnél, vagy az ügyvédnél, megtaláltuk a végrendeletemet, és előre szeretném elmondani, hogy én hogy gondoltam. Nehogy később baj legyen belőle. Ez az a pillanat is talán, és ezt nagyon félbe mondom, de most nyáron volt egy nagyon nekem megható beszélgetésem valakivel, aki azt mondta, hogy de ő a felmenőiről, neki a felmenőiről is kell néhány dolgot elmondani a gyerekeinek. Mert történtek dolgok a családban, amiket ő soha nem mondott el. De úgy látja, hogy a gyerekei valamire ráéreznek. Hogy az ő életükben vannak szimptomák, vannak dolgok, bizonyos dolgokat nem tudnak hova tenni. Ő, mint édesanyja tudja, sejti, hogy összefügg azzal, ami még az ő családjában történt, és egyszerűen átöröklődik, vagy átfolyik, vagy tehát olyan akkora tabu, hogy már érezhető. És nekem az volt a megható az egészben nyáron, hogy leültünk kettesbe, és mi gyakoroltuk ezt a beszélgetést. Tehát úgy ültem ott, mintha a fia lennék, és elmondta nekem, amit a saját gyerekének még nem mert elmondani. Tehát egyrészt ugye a bizalomtól már, tehát ilyen még nem volt, hogy valaki annyira megbízik bennem, hogy tehát olyan dolgokat mond el, hogy egyszerűen hihetetlen. De másrészt nagyon megbecsültem őt ezért, hogy nem akarja, hogy ez a titok-titok maradjon, de nem akar ajtóstól berohanni a házba, tehát ő valami visszajelzést akar kapni egy hasonló korában lévő embertől, hogy ha ő ezt így mondja, akkor a gyereki meg fogják érteni. Persze nem minden család ilyen terhelt, ezt tudom én is, de mondom, hogy ha már az utolsó dolgokról beszélünk, és tudunk arról, hogy vannak a családban ilyen sötét titkok, és talán látjuk, tehát ha a gyerekek nem érzik, nem látják, akkor nem kell mindent elmondani, de ha látjuk azt, hogy a gyerekek életében van valami feszültség, és ők nem tudják, hogy honnan van, de nekem van egy sejtésem, akkor igaz, hogy le fogom rombolni a családképet, de jobb, hogyha tudják. Na, ezért mondom, hogy vannak ilyen témák, amikről nem szoktunk beszélni. Egymás között sem, a gyülekezetben sem. De nekem az a meggyőződésem, hogy ha mi ezt hívő emberekként meg tudjuk tenni, magunk között, akkor megadjuk ezzel a következő nemzedéknek azt az alapot, amire ők tovább tudnak építkezni. Hogyha mi ezt elmerjük kezdeni, akkor nekik ez már valahogy normálisabb lesz. És lehet, hogy az ő életükben nem lesz akkora gát. És talán egy kicsit korábban mernek erről beszélni, tisztázni dolgokat a saját gyerekeikkel. És akkor ezzel gyakorlatilag az unokáknak az életét is tudtuk egy kicsit építeni. Újra mondom, hogy ezek nekem teljesen új élmények. Nem tudom, hogy lehetne ezt gyülekezeti szinten normálisan megszervezni, de ide akartam letenni, hogy több szem többet lát, többen bölcsebbek vagyunk, és ha tényleg az élet minden szakaszában és minden helyzetére nézve szeretnénk segíteni a testvérünknek, akkor gondolom, hogy így nagyjából teljes a kép. Hogy a fogantatástól az utolsó leheletig szép szóval piszok sok lehetőségünk van. Hogy bevonjuk
az igét a saját életünkbe és a testvérünknek az életébe. Ebből aránylag keveset csinálunk. És nagyon jó, hogy csinálunk dolgokat. Ugye? Örülünk minden szolgálatnak, ami van, ami működik, éljünk a lehetőségekkel, de gondoljuk tovább. Tehát nem maradjunk le, vagy ne álljunk meg ott, hogy amit most csinálunk, de oda kevesebben jönnek, de mi fenntartjuk még a bibliórát, vagy a micsodát. Amit én próbáltam felvázolni, az is egy megközelítési mód. Hogy amikor a gyülekezeti életet végig gondoljuk, induljunk ki azokból az emberekből, akik ott vannak, vagy akik a közölünkben vannak, próbáljuk talán ez alapján nagyjából belőni, hogy milyen problémák vannak, lehetnek, nem beszélnek róla, néhány éven belül lesznek, és megelőzzük ezeket a dolgokat azzal, hogy ilyen témájú programot szervezünk, és lehet, hogy még szívesebben is eljönnek, amikor előre tudják, hogy miről lesz szó. Jó, és csak megfontolásra ajánlom.